Oké. Az ördög, vigyel, te hideg van. Török búza, meleg máli. Ebben a palotában mindig hideg van. Egy, kettő. Elcsapom az összes favágót, elény. Török búza, meleg máli. De akkor kivág fát. Egy, kettő. Jaj, uram királyom, csak nem fázik, felsége. Ki az? Én vagyok. Ja, dadus, nem látok, jól lettél a sok pokróztól, hogy de fázom. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb meg mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont itt? Pont ott a leghidegebb. Jaj, felséges királyom, hozok egy kis forró teját. Nem kell, mire ideér, kihűl már 4 liter forró, illetve kihűl teát ittam. Török búza, meleg máli, nem hoznál semmi, csak lütyög a hasamban. Mi ez a zaj? Nem hallom jól, nyisd ki az ablakot! Nyitom már, felség! Megjöttek a favágók? Nem a favágók, a zsoldosok. Ekkora rémisztő, tüzetok áldó, fogcsattogtató sárkány, még az utakban se látom. Török búza, meleg máli, mit fecsek ez itt össze vissza? Jaj, felséges királyom, valami szörnyű sárkányról. Beszél! Mi? Sárk? Hol a kancellárom? Kancellár! Uram, királyom, most kaptuk a hírt titkos forrásból, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Jó, na már csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy ilyen hideg van, hanem ráadásul jön még egy sárkány. Most mit csináljunk? Gondolkodjunk, felség. Én nem tudok ilyen hidegbe gondolkodni. Hadd vezír! Hol a dehérem? Uram, királyom, ki. Mi baj a hadvezérem? Te is fázol? Én nem fa. Én fi. Ne fézzit! Megparancsolom, hogy intézkedj! Megparancsolom, hogy add ki a parancsot. De én fifi. Te azonnal szedd a lábad. Szedem. De ki győzi le a sárkányt? Himpelők, a kancellár, mit tanácsolsz? Felség, ez hadititok, és ezt csak 4 szem közt lehet. Ja, hadititok. Dudus? Légy szíves, menj ki, a haditkot nem hallhatod. Beláthatod, hogy ez nem nőknek való. Megyek már, megnyugtatom az én virágszálamat. Ennyi hős férfi között szükség lesz a vigasztalására. Mi az a hadititok? Pályázatot kell hirdetni. Milyen pályázatot? Mire? A sárkány legyőzésére. A sárkánynak a legyőzésére? Igen, és ő ígérje oda érte felséget, a fele királyságát és a lánya kezét. A lánya mi? Igen. A lánya mit is megígérje? Természetesen, meg a fele királyságát. De a lányomat is megígérje? Igen, ez ő mindenütt így szokás.